fontos jogszabályváltozásokkal és a köznevelésért felelős kormányzati struktúra átalakításával indult el az új tanév. A tankönyvek időben megérkeztek az iskolákba, és idén még több diák juthat hozzájuk ingyen. A kedvezményezett tanulók köre jövőre teljesedik ki. Hétfőn benépesültek az iskolák, és a magyar köznevelésben tanuló mintegy 1 millió 200 ezer diák számára elkezdődött a 2019-20-as tanév. Az intézmények sajátjain kívül több központi tanévnyitót is tartottak Nyíregyházán az elmúlt napokban. Az egyik ilyen eseményen a Kodály Zoltán általános iskolában megrendezett szakmai tanévnyitó konferencián elsősorban a közoktatást érintő legfontosabb jogszabályváltozásokról számoltak be. Ezeket kameránk előtt is összefoglalta a területért felelős, akkor még helyettes, most már államtitkár. A magántanulóság intézményét érintette az egyik jogszabályváltozás, ahol ugye az eddig intézményvezetői hatáskörből egy jóval egységesebb állami felügyeletét szeretnénk ennek a területnek bevezetni, mert nagyon eltérő gyakorlatok indultak el az utóbbi időszakban. Ugyanígy a következő, tehát nem a most kezdődő, a 2020-as tanévet érintik majd a 3 éves és a 6 éves kori óvodai és iskolai beiskolázással, vagy ezt érintő szabályváltozások. Itt különösen az óvodait emelném ki, ahol ugye alapvetően egy 2015-ben megszületett döntésnek inkább egy monitoring ellenőrzési mechanizmusát változtattuk meg, mert azt tapasztaltuk, hogy bár már akkor döntés született arról, hogy 3 évesen az óvoda látogatást ugye napi 4 órában meg kell kezdeni. Mentesítések egyes feltételek esetén természetesen adhatóak, és ez fenn is marad az új rendszerben. Mégis azt tapasztaltuk, hogy nem minden esetben zárt a rendszer, tehát a gyerekek egy része nem kezdte meg, és nem kapott felmentést sem ebben az időszakban. Pedig az óvodáztatás kiemelt fontosságú, ez készít fel az iskolakezdésre, és minden kutatás azt mutatja, hogy Magyarországon ez volt egy olyan terület, ahol előre lehet lépni, tehát az óvodák fejlesztésével, az iskolára való felkészítés megerősítésével sokkal simább lehet a tanévkezdés, ami az alsó tagozatnak a szakmai eredményességét nagyon nagy mértékben megtámogatja. Ennek megfelelően születtek meg a döntések már 2015-ben, illetve azóta is bővítjük az óvodai kapacitásokat. A konferencián szó esett még azokról a szakmai folyamatokról is, amelyek a köznevelési ágazatot érintik. Legyen szó akár a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáról, legyen szó a határtanulprogram kibővítéséről, vagy akár azokról az infrastruktúrális fejlesztésekről, amelyek különösen az EFOP 413-as projektben ugye az idei év folyamán mintegy 399 helyszínen kerültek átadásra, lezárásra olyan infrastruktúrális fejlesztések, amelyek megkönnyíthetik az adott tanulók életét. Itt a megyében pedig ugye külön kiemelendő, hogy azoknak a viharkároknak az elhárítása, amelyek a nyáron azért eléggé megtépázták a megye egyes részeit, ezeknek a helyreállítása is sikeres lezárult, ehhez a kormányzati tartalékok biztosítottak forrásokat, illetve még a jövőben most, hogy lezárultak ezek, tudjuk ezeket kipótolni. Hogyha forrásokról van szó, nagyon sok hír jelent meg mostanában azzal kapcsolatban, hogy újabb bérfejlesztés lesz az ágazatban, illetve hogy a szociális étkeztetésre is több forrás jut. Milyen számokról beszélhetünk itt? A bérfejlesztés kapcsán még egyeztetésben, tárgyalásokban vagyunk a szakszervezettel, illetve köznevelési érdekegyeztető tanáccsal. Itt ezek tovább folynak az ősz folyamán. Ugyanakkor, amire már döntés született, csak kormányrendeleti részletszabályokat kell megalkossunk. Ezek az intézmény vezetői pótlékok, ezek a bérelemek. Ez a következő heteknek a jogszabályozását hozza majd magával. Minden esetre a fedezet a kormányzati tartalékokban rendelkezésre áll. Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a tankönyvek időben megérkeztek az iskolákba. 13 millió tankönyvről beszélünk egyébként, ami az idei évben kiszállításra került, és mintegy 11 milliárd forintot költött a kormányzat erre. A következő évben további változás lesz az, hogy már nem csak az elsőtől a 9. évfolyamig, hanem valamennyi évfolyamon ingyenesen biztosítjuk majd a teljes köznevelési rendszerben az összes tankönyvet, illetve bürokrácia csökkentést is égeztünk ezen a területen. Nem kell már az iskoláknak a számlázással, ezzel kapcsolatos ellenőrzésekkel egyáltalán foglalkozniuk, hanem pusztán rendelik a tankönyveket és megkapják, és a tárca közvetlenül számol el az egyetlen terjesztő, kiszállító és nyomdai munkálatokat elvégző kellóval. A terület irányítási struktúrájában egyébként szintén történtek változások. Szeptember 1-ével a köznevelés ugye az eddigi helyettes államtitkárságból önálló tárcává alakult az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Ezt Maruzsa Zoltán vezeti államtitkárként,
aki az átszervezés okairól is beszélt az interjúban. Igazából egy belső átszervezés a munkafolyamatoknak a kormányzati struktúrán belül. Két oka van. Egyrészt, ahogy 2014 és 16 között is a felsőoktatás és a köznevelés önálló súlyt, nagyobb rangot kap azzal, hogy államtitkár vezet, irányíthatja ezeket a szakterületeket, másrészt pedig ugye ezzel, hogy a felsőoktatás az ITM irányítása alá kerül, hogy minél erősebb lehessen az oktatás-kutatás közötti együttműködés, szinergia és ebből fakadó irányítási feladatok. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kormányzati belső struktúra átalakítás, ami egyébként a közöttünk lévő kiváló szakmai munkakapcsolatot egyáltalán nem fogja megnehezíteni, úgyhogy alapvetően egy belső racionalizációról beszélhetünk. Sok diák már most a hosszabb pihenőket várja. A legközelebbi őszi szünet október 26-án kezdődik el, és egy hétig tart majd, míg a december 21-én induló téli vakáció két hetes lesz. A 180 tanítási napból álló tanév első félében január 24-én, míg második felvonása 2020. június 15-én hétfőn zárul.